Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy villámhír november 9-ére. Az elmúlt napokban, vagy az elmúlt hetekben valami elszomorított téged. Ez olyan volt, ez az érzés, minthogyha beleestél volna egy gödörbe, és onnan ki kell mászni. És pontosan ez történik most a mai napon és a következő napokban is. Kiderül az igazság, kisüt végre a nap az életedben, megvilágít valamit. Lesz ez a könnyűség, de az a fontos, hogy ne kapkodd el, ne siessd el a dolgokat, hanem legyen 9-én egy kis szünet. Gondolj arra, mennyire fontos, hogy kimozdulj. Segít a kerti munka, vagy elmehetsz kicsit sétálni, és látod a természetet, vagy a virágokat, vagy a mezőt, vagy az erdőt. Fedd ezt fel a környezetedben a természetet, mert ez jó hatással van most rád. Ezáltal fellélegezhetsz. Ezáltal meg lesz a belső erő. Amiben még ez a kis séta segíteni fog, hogy felfedezed azt, hogy mindez a jó Istennek a teremtése. Hiszen ez olyan csodálatos. És ez a csodás világ vesz téged körül. Csak oda kell ráfigyelni, ezt észrevenni, felfedezni, és jelenleg ez ad erőt számodra. Miután látod ezt a szépséget körülötted, felfedezed a saját szépségedet is, a belső erődet, a hitedet, hiszen te magad is része vagy ennek az alkotásnak, ami a jó Istentől jön. Fedezd fel ezt a kapcsolatot, és legyen meg a hited. Higgy magadban, higgy a jó Istenben. Legyen meg ez a bizalom. Azon kívül fedezd fel a saját értékeidet is, hiszen te értékes vagy, hogy boldog légy, hogy szerencséd legyen minden területen, a hivatást illetően, az anyagiakat illetően, a családi kapcsolatokat illetően, és a szerelmet illetően is, hiszen te ezt megértemled. De az is fontos, hogy mások is így lássanak téged, és megkapd az elismerést. A mai nap arra jó, hogy felfedezd ezt a csodát, hogy legyen ez a kis séta, hiszen most a természetben megtalálod azt a helyet, ami erőt tud adni számodra. És úgy este felé megnyugszanak az események. Te is megtalálod a belső nyugalmadat. És elgondolkodhatsz azon, ki vagy mi értékes számodra. Őrizd meg a szép gondolatokat, a jó érzelmeket, a csodás kapcsolatokat, vagy egy bizonyos helyet, ami erőt ad számodra. Jelenleg ezt megtalálod a természetben. A kerti munka is jót tesz neked. És most mutatok egy másik képet. Ajurvéda lefordítva az életnek a tudását jelenti. Itt van három energia mező, vagy energiai forrás. Vata dósa, az jelenti a mozgást. Pita dósa, az jelenti a változásokat, a megújulásokat.
És a kapha dósa az jelenti a biztonságot, amit meg kell őrizni. Ha megtekintem a napi horoszkópot az indiai számítás szerint november 9-ére a Szaturnusz bolygóig, tehát a személyes bolygókig, a tűz elemében nincs bolygó, hiányzik a bátorság, a lelkesedés. A Föld elemében van a Hold és Szaturnusz bolygó. A Hold kihat az érzelmeinkre. Tehát nagyon fontos a párkapcsolatot illetően is a biztonság érzete. A víz elemében van Jupiter bolygó, és a Föld és a víz eleme a kapha dósához tartozik. Itt kell az alap, a biztonság. A levegő elemében van Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó és a Nap. Ez kihat a párkapcsolatra, hiszen Mars és Vénusz bolygónál a férfias és a nőies energiáról van szó. Merkur bolygó segít, hogy legyen beszélgetés, legyen kommunikáció köztetek. Mindez a vata dósához tartozik, ami jelenti a mozgást. Akkor is, ha napközben szünet van. Akkor is, ha napközben még egyedül vagy. De ugye az esti órákban megnyugszol ő is, megvan a nyugalom, a belső harmónia, és akkor megvan arra a lehetőség, hogy az esti órákban beszéljetek egymással, tisztázzatok bizonyos dolgokat. Megvan a harmónia köztetek. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!